közül csak néhányat szeretnék kiemelni, hiszen abban nincs idő, hogy valamennyit felsoroljuk. A ilyen például a számos nyelvtanfolyam magyar, mint idegen nyelv, ukrán, német, francia, angol. Ezen kívül előkészítő képzéseket szervezünk az érettségi központokkal a különböző tantárgyakból. Nyelvismereti felkészítő képzéseket és oktatási képzéseket is szervezünk. Az oktatási képzések közül szeretnék kiemelni a rádió konferenciát,
Istennek ilyen eszközei lehetnek. Hogy azt a jót, amit így hallottatok, szívetekbe dáltátok, meg is valósítjátok. Mert nagy jó nevetem ki a ki. Nagy dolog, boldogan élni a földön és értelmesen, de hadd mondjam el, ami legnagyobb dolog, boldogan készül az örökké valóság. És hadd mondjam el, ez az öregség titka is. Én most elég sokat foglalkozok az öregség kérdésével, mert ma még benne vagyok. Tehát, hogy mondják, öreg az ország. Pál apostol ezt úgy fogalmazta meg, hogy a testünk napról napra romlik, de a szellemünk, a lelkünk azt mondja, hogy kell, hogy napról napra megfiatalmazzon, megújuljon. Hát ezt kívánom neked is, kedves fiatalokért, mindenkinek. Legyünk Isten eszközei, legyünk boldogok, és készítünk az örökké valóságra. Örül az élet, hogy itt lehetek, Isten áldás legyen veletek, és befejezésképpen, hadd mondjam köszönetet a vezetőségnek, a tanároknak, azoknak, akik munkálkodtak ebben, és akik támogatták ezt a főiskolát, mert nagy dolog, én Isten nagy ajándékának tartom. Tartsd is meg azon, mert nem szükség van erre. Hát áldás, kegyességet kívánok mindenkinek az Úr kegyelméből. Köszönöm. Bacskó Zsolt,
Tünde. Kačenko Alexander.